A Vármegyei Kórház gyermekosztályán a nyáron megszokott átlaghoz képest is nagyobb számban jelentkeztek betegek, főként a jelentős tartósan magas lázzal, valamint a hányós hasmenős fertőzéssel kezelt gyerekek voltak többen, mondta el televíziónk 35 perc című műsorában dr. Varannainé dr. Sós Andrea, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Józsa András Tagkórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosa. Hozzátette, klasszikus légúti betegséggel jelentkező nem volt túl sok, de nyár közepén a nagyon fiatal csecsemőkorúaknál megjelent a szamárköhögés is. Ezzel eddig nem nagyon találkoztak a hazai betegellátásban, hiszen Magyarországon jó az oltási fegyelem, és 2 hónapos korban a gyerekek megkapják az első szamárköhögés elleni vakcinát. Begyűrűzött a szamárköhögés, és hát elsősorban, ugye miután 2 hónapos korban van az első szamárköhögés elleni védőoltás, ez leginkább a veszélyeztetett korcsoport, a 2 hónaposnál fiatalabb csecsemők, akik azoktól a gyerekektől vagy felnőttektől kapják el a kórokozót, akik ugyan voltak már oltva, de az ő oltási védettségük vagy az oltás által szerzett védettségük az már lecsengőben van, és sajnos tovább tudják adni a kórokozót, még ha felnőttnél vagy nagyobb gyereknél súlyos tüneteket nem is produkál. Az osztályvezető főorvos a műsorban arról is beszélt, hogy az elmúlt évben átalakult a sürgősségi betegellátás a gyermekosztályon is, már az alapellátási ügyelet is a kórházban működik. Ez egy ilyen úgynevezett egykapus beléptető rendszer, tehát mindenki, aki a ügyeleti időben az ügyeletet keresi meg, vagy bejön a gyermeksürgősségi ambulanciára, az egy úgynevezett előtriázson vesz részt. Ez az előtriás pedig azt jelenti, hogy egy magasan képzett nővér egy megadott cseklista alapján, tehát egy kérdezés alapján kideríti, hogy mi az alapprobléma. Ez egy perc vagy másfél perc gyakorlatilag, hogy mi az alapproblémája a betegnek, és ennek a kérdőívnek, vagy ennek az előtriázsnak a alapján el tudja dönteni, hogy az adott beteg azzal a panasszal, azzal a problémával mehet esetleg a házi orvosi ügyeletre, vagy olyan a gond, amivel már eleve a sürgősségi ambulanciára kell, hogy jöjjön. Tehát ez egy ilyen kétfelé osztja a betegeket ez a triázs, és az egyik része a enyhe, vagy a nem különösebben súlyos betegségi tüneteket, vagy panaszokat mutató gyerekek mennek az alapellátásba, akiknél pedig feltételezhető, hogy vagy valamilyen képalkotó, vagy laboratóriumi vizsgálat, vagy eleve olyan jellegű a panasz, amivel vagy lánézése már az a nővér, akinek azért van megfelelő tapasztalata, hogy megítélje a betegeknek az állapotát, úgy ítéli meg, hogy ezt a gyereket biztosan nem lehet, tehát biztosan felvételre kell, hogy nagy valószínűséggel kerüljön, akkor azt eleve már a sürgősségi ambulanciára küldi. Nálunk az ügyeleti ellátás hétköznapokon, tehát az alapellátási ügyelet az délután 4 órától este 10-ig van, éjszaka már nincsen 10 óra után, illetve hétvégente, illetve ünnepnapokon pedig reggel 8-tól van este 10-ig. A műsorban elhangzott, a tanévkezdéssel a közösségbe járó gyerekeknél általában szeptember végén jelentkeznek azok a megbetegedések, amik ilyenkor előfordulhatnak, ezek főként légúti fertőzések.